Szolnok napját 2000-től ünnepeljük. Szeptember 1-e 1847-ben a vasút megjelenését, így a település fejlődését jelentette. Nem véletlenül lett ez a dátum a ma már 944 éves Szolnok ünnepe. A város legrangosabb díjainak átadó ünnepségén Szalai Ferenc felidézte az elmúlt évtizedek városi eseményeit. Az árvizeket, a cianid szennyezést, a támfal megépítését, az ipari park létrejöttét, az adósságállomány megszűnését, a Stadler megjelenését, a reptár felépítését, a parkok rendbetételét, emlékművek átadását, a vasúti és közúti fejlesztéseket. Tudjuk, hogy nem rombolnunk kell a világban, hanem építenünk kell a világban. Azt is tudnunk kell, hogy mindig abban kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk előrébb menni, és nem abban, hogy hogyan lehet visszahúzni. Mert persze ez is működik a világban, mert vannak, akik abban tobzódnak, hogy minél rosszabb, annál jobb. A szolnoki Bartók Béla kamarakórus miniszteri elismerő oklevélben részesült. A Kátai Endre díjat azok kapják, akik az esélyegyenlőség javításáért, a társadalmi különbségek megszűnéséért, a társadalmi hátrányok csökkenéséért dolgoznak. A díjat a Szent Tamás görög katolikus óvoda és általános iskola kapta. A gróf Szapári Gyula díjat a város gazdasági életében tett kimagasló munkáért adják át. Idén az elismerést a Nefag ZRT, a Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. És a Zöldker Kereskedelmi Kft. Kapta. A város egyik legrangosabb díját, az Ezüst Pelikán díjat, a város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó Lovas Károly több nívós rendezvény főszervezője, Lukácsi Huba tanár, műfordító, előadó művész és Verebes György festőművész kapta. Nincsenek életterveim, életmodelljeim, nincsen életpályamodellem. Mindig azt csinálom, ami szembe jön. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy most itt fogok állni ilyen körülmények között. Ezt egészen biztosan nem gondoltam. Szolnok jó hírnevének, a város értékeinek országhatárain túl való öregbítésének elismerésére alapított Szolnok díszpolgára címet idén Diószegi László, a Sepsiszentgyörgyi Diószegi Pékség alapítója kapta. Tudjuk, hogy a 20. században Sorompót határvonalat húztak közénk, de a szívünkbe senki nem fogja tudni a Sorompót és a határvonalat bevinni a szívünkbe. Ugyanis nekünk nagy szívünk van, és én remélem, hogy nem csak múltunk, jelenünk, hanem lesz még szép jövőnk is. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Szalai Ferenc szolnokmáros kulturális, sport és gazdasági életének fejlesztéséért végzett munkájáért a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehette át. A városi ünnepségen őt is köszöntötték. A díjátadó második részében a Muzsikás Együttes és Kacsóhanga Borbála közös műsorát tekintették meg.